Szeretettel köszöntöm a tisztelt megjelenteket, és miután közel 100 felvétel várja azt, hogy megemészszük, tehát én most nagyon a közepébe csapok a dolgoknak. Az elmúlt alkalommal nem tudtuk befejezni a témánkat, de legalább elmélyedtünk benne, tehát a továbbiakban már könnyű lesz folytatni Munkácsi képeinek, legalábbis ennek az első 4 életképnek. Az elemzését rutin munka lesz, tehát 2 elemeztünk részletesen, a síralomházat és a tépés csinálókat. Megismerkedtünk azokkal a mozdulatokkal, illetve alaktípusokkal, tehát emberalaktípusokkal, akik megjelentik az egyes évköri egységeket, és azt is megbeszéltük jóval korábbi példák sorát nézegetve és elemezve, hogy ez nem luxus kérdés, hogy valaki alkalmazza-e a zodiákust, alkalmazza-e az életnek ezt a keretét, hanem ezáltal tudja egyetemessé tenni azt a mondandót, ami, hogyha nélkülözi ezt a keretet, akkor egyszerűen megmarad egy falusi betyár szimpatikus vagy ellenszenves figurájának a magán, hát ügyéül megmarad, vagy megmarad egy zálogházi embercsoport szintén magánügyének. Tehát itt nagyon is lényeges kérdésről van szó, meg tudja emelni egy olyan szintre a mondandót, hogy elvileg bármelyikünk megtalálja benne a maga szerepét, bármilyen furcsa, már ott vagyunk ebben az zálogházban, és az emberiség már legalábbis ugye 1869 óta, amióta ez a mű megszületett, a síralomházról beszélek, hát bizony benne van a síralomházban. Most, ha észreveszi, vagy nem veszi észre, vagy benne hogyan tudja megtalálni maga helyét, az egy külön kérdés, de innentől kezdve nem tudjuk elhatárolni magunkat ettől a kérdéstől, és azt mondani, hogy megnézem kívülről a képet, nem kívülről nézzük a képet, benne vagyunk a képben. Köszönöm szépen, ma annyival lépünk tovább, mehetünk tovább, annyival lépünk tovább, hogy a mai gondolatmenetünkben már bekapcsolódik Csontváry Kosztka Tivadar is, hiszen a mester, tehát Munkácsi Mihály 1900-ban halt meg, és akkor már bizony egy részén a korai műveinek túl van Csontváry, mégpedig majd vetítjük őket, egészen jeles alkotásain is túl van már. Tehát az első szakasza majdhogy nem le is zárult az ő pályafutásának, tehát azt jelenti, hogy összeért, fedésbe került a két pálya. Sőt, a múltkor talán azt is említettem, hogy Csontváry Munkácsit kereste, hogy mesterének hát vállalja, illetve kérje föl, és szerencsére vagy szerencsétlenségére nem találta otthon Párizsban, és aztán neki, mármint Csontvárynak haza kellett jönni hamar, tehát nem tudott utána menni Kolpachba. Na most ezzel a képpel tehát megismerkedtünk, a mozdulatokat már nagyon pontosan tudjuk azonosítani, tehát azok a mozdulatok, amelyek jellemeznek egy-egy évköri egységet, azok azt hiszem most már kellőképpen beivódtak, akár a bikáról van szó, nem akarom magamon, hát hogy mondjam, bemutatni, mert azt hiszem, hogy nem lenne igazán nagy sikerem vele. De lényeg az, hogy aztán az, hogy a nyilas átlóra szervezi a maga mozgásrendszerét, ezek most már remélem közhelyek. A következőt kérném. Ezen is hát átestünk az elmúlt alkalommal, és azt is tudomásul vettük, hogy minden egyes ilyen 12-es csoport más-más évköri egység, mondjuk így, hogy állatövi, illetve Csontváry szavait most már nyugodtan lehet idézni, hiszen ma már ő is szereplője ennek az előadásnak. Tehát napútnak nevezi ő maga is, meg hát a kor egészen az 1800-as évek első felétől a zodiákust napútnak nevez. Nem tehetünk róla, ez dokumentált tény. Tehát azt jelenti, hogy ha én napút stációt mondok, az egy évköri egységet jelent időben, és egy csillagképet jelent térben. Mert hiszen ezek két jelentésű fogalmak. Tehát ez azt jelenti, hogy nem mindegy, hogy melyik ilyen egység köré csoportosítom a cselekményt. Most egy rövid és ismétlés kérdésre kérek egyöntetű szép választ, hogy a síralomház főszereplője az melyik évköri egység képviselője volt? Hallom, igen, egy ilyen egyöntetű bőgést hallok, nagyon helyes, tehát az oroszlán,
És ez pedig milyen tulajdonságnak felel meg? Tehát melyik az a tulajdonság egy társadalmi létben, mert ugye most arra is rávetíthető ez a kozmikus hát összefüggésrendszer, ez minek felel meg? A pedellusnak felele meg, vagy a bank igazgató, bocsánat, vezérigazgatónak, vagy milyen így van, a világi uralkodónak. Nagyon nagy különbség van. Ha asztrális, tehát asztrális, mindegyik asztrális szerep, az asztrális szerepkörben a szentségi típusú, szakrálisnak nevezzük egyébként ezt az uralkodó típust, ha őt keresném, hol találnám meg? Nyilasnál erről van szó. Tehát ezek nem ilyen szórakoztató játék, hogy na, hova tegyem akkor a szakrális fejedelmet. Nem lehet máshova tenni. De a világit sem lehet máshova tenni. Tehát, hogyha síralomházba került a világi uralkodó, azt jelenti, hogy nagyon nagy baj van a világi uralommal. Nem tudom, észrevettük-e. És nem tegnap kezdődött, és nem provokációk sorozatával kezdődött, hanem elkezdődött már az 1800-as évek második felében, sőt, jóval korábban, de akkor már megfigyelhető, regisztrálható lett. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon nagy baj van a világi hatalommal. És ezeket a jelzéseket annyira érthetően adja Munkácsi, hogy az ember csak azon csodálkozik, miért nem veszik észre. Tehát minden esetre ott ez volt a fő kérdés, és egyetlen remény sugár maradt, nem tudom, emlékszünk-e rá, az honnan jött? Szó szerint fölülről. Remény sugár volt. Tehát átlósan fény csak, vagyis az a tulajdonság, ami a magyarságnak az alaptulajdonsága, tehát az úgynevezett nyilas, vagy szagittárius, vagy íjász tulajdonság, az bizony jelenleg csak fölülről várható, tiszta megnyilatkozásban. Ez pedig nagyon fontos tanúság, mert Munkácsi nem csöpögött az áhítattól, és majd látni fogjuk, mert ma sorra kerülnek a vallási tárgyuképei, sőt, ezek lesznek a főszereplők ma este. Glória nélkül oldja meg Jézus Krisztust. Tehát nincs külön glóriája, mégis sugárzik belőle a fény. Tehát azt jelenti, hogy ő nem külsődlegesen jeleníti meg azt az aurát, ami hát a reneszánsz óta egy kérdéses fogalommá vált, hogy mi a fenét csináljak ezzel az aurával. Most megfessem testileg is, úgyhogy tapintható legyen, mert akkor ez csörömpölni fog, ha levágják a fejét. Tehát ezek tényleges problémák, a reneszánsz óta, amióta testileg jelenítek meg mindent, ami a szemem elé kerül, akkor mi legyen a glóriával? Tehát ezek nem elhanyagolható kérdések, hanem bizony a lényegéhez tartoznak innentől kezdve a festészet, hát hogy milyen probléma vonulatának. Na most itt melyik az a tulajdonság, amely köré szerveződik? Hát jól lehet érzékelni, ez a mérleg. Ez a mérleg, és még egyet ne felejtsünk el, szét van húzva ez a teljesség, ami tulajdonképpen kör alakban kellene, hogy a életünket keretbe foglalja, és egyetlen szereplőre figyel most már mindenki. Jól lehet, a két szél, hát mind a ketteje gyakorlatilag súly szempontjából, tehát kompozíciós súly szempontjából egyenértékűnek tekinthető, de pszichológiai értelemben éppenséggel nem. Hanem minden szem őrá szegeződik. Na most ő pedig teljesen félreérthetetlenül a mérleg tulajdonsága képviselője. Ez mit jelent? Hát az, hogy előbb van halálos ítélet, aztán jön a mérlegelés. Tehát itt vagyunk az ítéletnél, holott már síralomházban vagyunk. Nem tudom, érthető-e. Hát ezek nagyon fontos fölismerések, mert ez nem félreérthető, tehát egyszerűen nem lehet kivel fölcserélni, és nem lehet azt mondani, hogy nem is így igaz, mert ő a főszereplő. Nem ő a főszereplő, jól lehet látni. Tehát a kérdést nem akarom újra végig zongorázni. Nagyon lényeges dolog, hogy valami olyat tépnek apróbb és még apróbb és legapróbb darabokra, ami csak egészében lenne hatékony. Tehát az a cím, hogy tépést csinálok, voltak éppen megtévesztő. Mert tépésként még a legkisebb sebre is legfeljebb ekkorában lenne használható. De közben mi látjuk már, szinte pehely kicsiségűre van tépve. Miért? Mert az analízis a jellemző erre a korra. Tehát azt is analizálja, ami csak egészében lenne hatásos.
Tehát egészen parodisztikus módon előttünk van ennek a kornak a legfőbb rákfenéje, amivel önmagára hívja az ítéletet, és az ítélet hát bizony nagyon elmarasztaló lesz. Már lehet érzékelni. Tehát vannak minőségek, amiket nem szabad tovább osztani, semmilyen ürüggyel, mert nem fogja tudni újra összerakni. Tehát az a egyszerűen őrületig folytatott analízis, amivel ma az emberiség megpróbálja a világot birtokába venni, ez már régen túllépte azt a határt, ahonnan még vissza lehet a teljességet állítani. Nem áll össze, szétdarabolódik, szétesik. Menjünk tovább, mert itt most tehát az ítéletnek, hát mint viszonyítási pontnak a szemszögéből látjuk, vagy ahhoz viszonyítva látjuk az zodiákost, és most jön a következő, ezzel még nem foglalkoztunk, és utána még egy lesz ebben a négyességben. Tehát ez az éjjeli csavargók című kép. Ez a négy kép nagyon gyors egymás utánban készül. Tehát 69-ben volt a Siralomház, utána ugye átköltözik Párizsba, és utána 72-ben már 72-73-ban már a negyediket is befejezte. Tehát azt jelenti, hogy úgy szólván évenként egy, persze nem egészen így egy évenként sorakoznak, kicsit sűrűbben, de hát egészen elképesztő, hogy négy ekkora hát mondandója szempontjából is, kivitelezése szempontjából is ennyire jelentős mű kikerül egy egészen fiatal művésznek az ecsetje alól. Na most itt próbáljunk, most már tényleg nagyon sokat tudunk, ne titkoljuk, próbáljuk azonosítani, kivel tud, melyik évköri egységgel tudnánk azonosítani, mert nyilvánvaló a főszereplő, ugye ez nem kétséges. Tehát kompozíciós szempontból Munkácsit nem kell félteni, mindjárt az első, még itthon készített, vagy később, ugye Bécsbe ment, utána ment Düsseldorfba, tehát több helyen, Münchenbe. Tehát mindenütt az volt a jellemző rá, hogy nagyon feszesen komponált. Néha a korai műveiknek picit túl feszesen is. Tehát kompozíció szempontjából őt nem kell félteni. Na, adva van egy főszereplő, nyilvánvaló. Kérdés, hogy ez most az évkörben hol találja meg helyét? Rögtön hadd tegyem hozzá a kérdéshez, hogy nem tenném föl kérdésként, ha nem láttuk volna már ezt a szereplőt a Siralomházban. Ugyanis figyelmeztettem rá mindjárt az elején, hogy önnála visszatérnek az alakok. Tehát általában ennek a négy képnek a 12-es szereplő állományából legalább 3-4 olyan, ami már korábbi képen is előfordult. Nem mindig ugyanabban a képben, van amelyik a Siralomházban, van amelyik a tépéscsinálókban, de nincs ilyen, hogy nehéz fölismerni, ja Istenem, mi lehet, ki lehet, melyik lehet a 12-ességből. Na most melyik volt az a szereplő, amelyik a Siralomházban ilyen szuronnyal ábrázolódott, és amit azonnal tudtunk azonosítani? Hát ez természetesen az a zsandár volt, amelyik vigyázott a Siralomházi rabra, és azt hol tudtuk az évkörben elhelyezni? Skorpió, hát üvöltő, tehát skorpió. Na most, ha a skorpió köré rendeződik a cselekmény, akkor már igazán nagy baj van. De akkor már tényleg. Tehát akkor ez már nem magyar ügy, amiről itt szó van, mert akkor hová rendeződ, nem ilyen tulajdonság köré, a nyilas köré nyilvánvaló, hanem akkor még ennél is nagyobb mélysége a teremtésnek, tehát az, amit mi mai hát természettudományos ismeretekkel felvértezve magunkat, úgynevezett univerzum centrumként tartunk számon. Tehát a mindenség mai tudásunk szerinti góca, ahonnan ama bizonyos feltételezett ősrobbanás folytán fokozatosan tágul, illetve vele egyidejűleg egy egyirányú húzást is kap. Tehát ezeknek a góca tőlünk innen vizsgálódva, az nem a nyilas csillagkép felé esik, hanem a Skorpió és a Kentaurus csillagkép mezeje, hát körzetébe, de ha ezt levetítem az állatövre, akkor ez már nem a nyilasra fog levetülni, hanem a skorpióra. Tehát azt jelenti, hogy ha én a tájékozódásom keretéül az állatövet, vagy naputat, ugye Csontvári kifejezésével választom, akkor az univerzum centrumot a skorpió irányába fogom keresni, azon keresztül hatnak a végső
Tehát azok az erők, amik, ha már minden más kimerült, onnan még mindig lehet energiát hozni. Na igen ám, de szabadon működnek? Hát dehogy is, ezek is le vannak fogva. És hát nyilvánvalóan ugyanolyan betyár típus, sőt, ugyanaz a szereplő is, nem tudom, ráismerünk-e. Tehát ő nem fantázia szegénységből, vagy pénzügyi okokból választotta ugyanazokat a modelleket, hanem azért, mert egész egyszerűen a szájunkba rágja, hogy ismerjétek föl, ugyanaz a szereplő. Tehát ugyanaz, aki hősként tudná a sorsunkat igazítani, egész egyszerűen le van bénítva. Mint világi uralkodó halálán van, halálra adják. Nem magától van halálán, nem betegség folytán került oda. Aztán ítélőként már megsebesült, nem tud teljes értékű ítéletet hozni. Egyébként meg olyan közegben van, ahol hát egész egyszerűen a túlracionalizáltság folytán nem tud az ítélet igazán érvényesülni. Mert az ítéletet magát is szétszincálják. Hát most tessék körülnézni a világban, találkozunk ennyi tényleges ítélettel? Tehát olyan, ami valóban igazságtartalmú? Hát ha elalszik a bíró, vagy nem tudom én, valami géphiba van, vagy... Tehát egész egyszerűen lehetetlen. Szóval már eleve úgy van a jog konstruálva, hogy minden létező konfliktusban Káin a győztes. Tehát Ábel szóba se jöhet. És erre ráadásul büszke is. Tehát még van is ez a na és, na akkor mi van? Na? És akkor? Tehát már nem ott vagyunk, nem is igaz ez meg, hogy ez az ellenség hangja, meg az imperizmus, meg sem csam, tjum, csam. Már nem itt tartunk, hanem az van, hogy beszéljen, Ertel, beszéljen, na, és akkor mi van? Mi van? Tehát semmiféle következménye nincsen annak, ha az ember rámutat arra, hogy igenis, hát itt nagyon nagy bajok vannak. Éppen az úgynevezett, mert nincs igazságszolgáltatás, csak jogszolgáltatás van, ezt gondolom tudjuk. Tehát nagyon nagy gondok vannak, és ezért, ha én meglátom, hogy csendőrök kísérik ezt az alakot, akkor azt mondom, hogy itt most már valóban nagyon nagy a baj. Itt már régen túl vagyunk azon, hogy ez magyar ügyként lenne siralmas, ez mint embernek siralmas. És nincs nagyon tovább hova menni. Tehát ha az univerzum centrum irányából is gátoltan, méghozzá súlyosan gátoltan tudnak csak hatni az energiák, akkor most honnan fogunk szerezni? Tehát ennyit minden esetre jó tudomásul, de most azonnal föl lehet ismerni bizonyos tulajdonságokat. Melyik volt az, amelyik legállandóbb munkát csinál? Persze, a rák, anya, gyermekje, mindent tudnak, tehát most ha tényleg pörgethetjük, tessék parancsolni. Aztán, emlékszünk még, hát az előbb, béka. Na most, emlékszünk még, egy az egyben, ugyanebben a beállásban volt a siralomházban. Ilyen szép nagy kalappal, kalap minek a jelölője? Mérlegnek. Világos vagy sötét? Tehát azt jelenti, hogy ez a környezetemtől készen kapott tudásnak a teljessége. Na most lehet ezzel mérlegelni? Hát persze, hogy lehetne, ha kihúzhatnám magam. Na de ez így megbillen. Tehát azt jelenti, hogy nem tud érvényesülni, még akkor sem, hogyha történetesen fehér lenne, de nem is fehér, ráadásul sötét. Tehát besötétedett. Aztán ezzel a kis figurával is találkoztunk. Ez egy, emlékszünk még, a tépés csinálóknál egy ilyen figura volt. Melyik volt? A bak volt. Tehát ha ilyen hosszú szakálla lenne, akkor ez lenne a nagy szakálú bakaraszt. Tehát amikor összehúzódik ilyen picire, na de nehogy már lenézzük, iszonyú erők vannak benne, és szeret kitámadni. Tehát, és minden esetre ő az abszolút jól értesült, tessék megnézni. Ő neki ez egy eset. Érthető? Ő nem tartozik a lecsukottak közé, ő neki ez egy hír. Érthető? Na most, itt van két párhuzamos, egyforma, tartású, nem verekszenek, tehát ordítja. Ezt ugyanígy találkoztunk velük a siralomházban. Tehát ikrek, hallom már, nagyon helyes. Most ami hát olyan, akkor kapcsoljuk be a következőt.
tudnélik, jobb ezen a reprodukción tanulmányozni. Ezen már túl vagyunk, ugye, hogy besötétettek a színei, tehát az a bizonyos bitumen alap, ezt egyébként nem bitumen alapra festette, de egy másik olyan festékanyagra, ami hasonlóképpen viselkedik. Tehát azt jelenti, hogy ha az eredetit nézzük most a Nemzeti Galériába, hát az százezerszer drámaibb. Mert egész egyszerűen már ilyen rücskös felszíni, hogy mondjam, festékréteg van. Meg kell mondjam, nekem ez nem ellenszenves. Tehát éppen, hogy a drámát hangsúlyozza egészen a végletekig. Szinte olyan, mintha besüppednének benne az arcok és a kezek. Annyira följön a felszínre. Érdemes megnézni, és ugyanakkor meg mint egy ráncos, mit mondjak, nem is azt mondom, hogy öreg asszony, mert nincs is, hanem csak fiatal asszony van. De mint egy elefántnak a bőre. Azt hiszem, ez most megfelel, ugye? Tehát olyan mély ráncokkal ráncolódik ez a bizonyos felszínre följövő sötét festékanyag. Tehát ilyenek már egyáltalán nem látszanak, olyan finomság, és főleg ez nem látszik. Tehát itt egy nyílás van, és ebből a nyílásból így ferdén kijön valaki. Na most én így néztem meg, annak idején, amikor a kiállítás itt volt Pesten, és egy úgynevezett redukció. Tudjuk, mi a redukció, ez saját maga festette, és nem ritkán a redukció jobb, mint az eredeti kép. Tehát nem úgy van, mint általában a festészet történetében, hogy az első az az igazi, az, ami energiát sugároz, második már fáradtabb, már alig van energia, nem így van. Munkát csinál, egészen más a helyzet. Nagyon-nagyon, tehát igen sok képe van, nem azt mondom, hogy mindegyik, ahol szinte mindegyiknél a megrendelő már ragaszkodott a redukcióhoz, hogy legyen kisebb méretű, saját kezű újrafestése. És teljesen döbbenetes, hogy harmadik, negyediknél nem hogy azonos intenzitású, hanem van, ahol az a nagyobb intenzitású, és az a kiegyensúlyozottabb, és az a meggyőzőbb. Például a Síralomháznál is. Tehát ennél a változatnál, és hát annál különösen, amit az egyik ilyen redukció formában kaptunk itt Pesten a kiállításon, ott egészen pontosan lehetett látni, ferdén belőle jön ki, így néz ki, és szeretne mintegy segíteni rajtuk egy férfi alak. Találkoztunk már ezzel? Hát persze az előző képnél, ott az ajtóból jött ki, és ki volt ő? A nyilas természetesen. Na most itt megint egy kicsit úgy tornáztathatjuk a rekeszizmunkat, hogy nála nyílásból jön a nyilas. És ez megint olyan kérdés, hogy biztos, hogy ő ezt tényleg tudatosan átgondolta? Tessék tőle megkérdezni. Szóval ez már olyan ostoba kérdés, amire már tényleg az ember nem is legyint. Azt mondja, most miért ez érdekel? Tényleg ez a fontos? Az, hogy tudatosság, a művész tudatossága az nem azonos egy matematikus tudatossággal. Ráadásul a matematikus és a legnagyobb felfedezéseit saját bevallásuk szerint nem tudatos állapotban hozták létre.